is eltennünk. Ez azt jelenti, hogy ha valami érdekeset látunk, akkor sem kezdjük el mondani a másiknak, mert ha mindenki, aki érdekeset lát, és elkezdeni egyszerre mondani a másiknak, akkor nem hallanánk a zenét. Hát nem szabad lopni. Hát azt pláne nem szabad lopni. Hát ez eddig eszünkbe se jutott, hogy ilyen előtt lopni. Így van, nem szabad lopni. Ez sok-sok zeneszerzőnek kellene elmondani. Ez most már a második évad, hogy ilyen koncertsorozat van. A tavalyi évben is voltak itt. Elsősorban 8. kerületi óvodákat hívtunk, először a saját kerületünkből, illetőleg más kerületekből is. Szeretnénk először az önkormányzati óvodákat vendégül látni, tehát akiknek nem olyan sok lehetőségük van esetleg ilyen koncertekre elmenni, de nem zárkózzunk el semmilyen jelentkező elől. Vannak jelentkezők is, de tulajdonképpen mi szervezzük ezt, és hívjuk meg az óvodákat, de akik jelentkeznek, őket regisztráljuk, és akkor amint mód van rá, akkor értesítjük őket. Jó az ötlet, az, hogy itt vagyunk a Magyar Rádióban, az, hogy hangszereket látunk. Azért az, amikor egy szimfonikus zenekar megszólal a maga, nem tudom én, 20 féle hangszerével, 80 emberrel, az lenyűgöző érzés. Most erre az évadra elég sok, 51 néhány alkalom van, tehát ez azt jelenti, hogy nem tudom, 21 néhány napon rendezzük, és naponta két hangverseny van, tehát elég gyakran. Elég gyakran, és egy hangversenyre 100 gyereket tudunk vendégül látni. Tehát van, hogy két óvodából, van, hogy több óvodából jön össze ennyi gyerek. Én azt hiszem, hogy meg kell találni a hangot, tehát ez a partnerként kezelés, ez ismét nagyon fontos, és az, hogy játszunk. Tehát az egészet játékként éljük meg, nem tanulásként, holott tudjuk jól, hogy a cél az, hogy megtanuljanak dolgokat, de ezt a szót nem ejtjük ki. Ha valaki úgy érzi, hogy túlságosan hangos, hogy akkor nem kiabálni meg a fülünket befogni szoktuk, hanem kiutáltjuk a szállat, mert akkor adott, hát nem szabad meg táskázni. Így van, na hajtunk! És milyen hangszeren játszol? Hegedűn. És hány éve játszol a hegedűn? Öt. Nekem nincs hangszerem. Én 13 éve csinálom nagyon intenzíven Bombom Matiné címmel a koncertjeimet város és ország szerte. Nagyon-nagyon sok helyen rendszeres visszajáró vendégeim vannak, olyanok vannak, akikkel 4-3-4 éves korban ismerkedtem meg, és 8-9 éves korban is az ő korosztályuknak megfelelő koncertekre járnak. Aztán majd jön a serdülőkor, amikor eltűnnek egy kicsit, mert akkor olyan ciki ez a dolog, aztán mikor jön a gimi, vagy giminek a harmadik, negyedik osztálya, akkor újra visszatérnek. Ezek a gyerekek aztán mennek a műpába, mennek a zeneakadémiára, tehát ez a cél, hogy mi utánpótlást biztosítsunk a klasszikus zene hallgatóknak. És ha valaki megkérdezi, mihez van kedved kisfiam, akkor azt mondod, hogy koncertre szeretnék menni, ott van ez a zenekar játszik. Békés hazatérést kívánok mindenkinek, odakint egy kis ajándékkal várunk benneteket szeretettel a viszontlátásra. Megöccsönjük, parancsolj. Ahol én is kínáljuk. Kinek van testvére? Nekem. Nekem kettő van. Kettő van? Sem. Nekem csak három. Igen, nekem van az a lenni, az a 18 éves. Nekem van egy piros trombitám. Egy piros trombitád van? És meg is tudod fújni? De Karinának is van. Az nem. Igen, nekem is van. Hogy kell? Mutasd, hogy kell megfújni a trombitát. Próbáljuk meg, tetszen a kezem, nézz körül, és amikor te intenni fogsz egy jó nagyot, akkor meglátjuk, mi történik. Nem tudom. Nem vagy egyedül.